különleges megállapodást kötött egymással a Nyíregyházi Állatpark és a Nyíregyháza Spartacus futballklub. Az együttműködés tartalmazza többek között azt, hogy a felek saját kommunikációs csatornáikon keresztül segítik egymás munkáját. Lehet, hogy csak elsőnek tűnik furcsának ez az egész, de hát a Nyíregyházi Állatpark nem csak egy egyszerű állatpark, hanem Magyarország leglátogatottabb vidéki állatgyűjteménye, és mint ilyen, nagyon érdekes, de a leglátogatottabb első számú vidéki turisztikai látványosság, és nagyon ismert országszerte, és ez az ismertséghez csatlakoznak a különféle sportágak, sportcsapatok, akik már ugye valamilyen formában együttműködtek velünk, akkor én remélem, hogy tudunk nekik segíteni abban, hogy ők is ismerté váljanak, és hát legyünk picit önzőek, mi is azt reméljük, hogy olyan körben, akik nem elsősorban állatkert látogatók, szurkolók, és forog a nevünk, a Nyíregyházi Állatparkot megismerik. A Nyíregyháza Spartacus vezetése fontosnak tartja, hogy segítse a város meghatározó intézményeinek, látványosságainak, országos ismertségét és jó hírét vigye a megyének. Én azt gondolom, hogy nekünk ez feladatunk, hogy népszerűsítsük tényleg magát a várost is. Ugye a labdarúgás révén eljutunk az ország minden szegletébe, és tudjuk jó hírét vinni a városnak, és ezen belül mondjuk az állatparknak is, aminek egyébként nagyon nagy ismertsége van az egész országon belül. A két fél közös akciókat is tervez. Az első ilyen esemény az Állatok Világnapjához kapcsolódik vasárnap. A Spari következő hazai mérkőzésére ingyen mehet be, aki aznap váltott jegyet az állatparkba. A meccsen résztvevők pedig állatparki belépőt nyerhetnek.